Június 24-én tartott testületi ülésen a Központi Választási Bizottság további 1314 képviselőjelöltet regisztrált a július 21-i előrehozott parlamenti választásokon. Ezek közül 722 képviselő indul egyéni választási körzetekben, 592 pedig országos pártlistás választókörzetben. Az egyéni választási körzetekben induló 722 képviselőjelölt közül 552 valamelyik párt színeiben indul, 170 pedig egyéni jelöltként. A hétfői testületi ülésen több mint 30 képviselő jelöltségének elutasítására, valamint 5 képviselő jelöltségének visszavonására is sor került. Ezzel az előrehozott parlamenti választásokon az egyéni választási körzetekben induló képviselők száma elérte a 2331, az országos pártlistás körzetben indulóké pedig a 2335 főt. Ezen kívül a Központi Választási Bizottság elfogadta több választási körzet azon döntését, mely a bizottsági tagok fizetségére vonatkozik. A hétfői ülésen 14 körzeti választási bizottságnak a választások előkészítésére és lebonyolítására vonatkozó költségvetését, valamint a helyi választási bizottságok szükségleteire vonatkozó költségvetés is elfogadásra került. Az utóbbinak keretösszege 13.817.176 hrivnya. A bizottság további 14 hivatalos megfigyelő bejegyzését is megejtette, így a jelenállás szerint az előrehozott parlamenti választásokon összesen 252 külföldi megfigyelő részvételére lehet számítani.